Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, és hogy azt elmúlt adásunkban már beharangoztuk, egy kicsit górcsőlővel vesszük Székesfehérvár idei költségvetését, hiszen csütörtökön elfogadta ezt Székesfehérvár képviselőtestülete, legalábbis nagy része támogatta, több mint 70 milliárd forint, ennyi a büdzsé. Stúdiónk vendége Cserpalkovics András polgármester, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget, és köszöntöm a televízió kedves nézőit. Rekordösszeg, ezt elmondhatjuk az idei évben. Igen, valóban így van, több mint 70 milliárd forintból gazdálkodik idén önkormányzatunk. Ez az, amit város működtetési feladatokra tudunk fordítani, a város fejlesztésére tudunk fordítani intézményeinket, ebből tartjuk fönn. Valóban egy rekordösszeg, soha megközelítőleg sem volt ekkora. Nyilván ez a kiemelt és nagy fejlesztési csomag miatt ilyen magas, hiszen több mint 38,5 milliárd forint az az összeg, ami rendelkezésre áll fejlesztésekre, de azt gondolom, hogy a város üzemeltetésére, az intézmények fenntartására, működtetésére is biztonságos, stabil költségvetési hátteret biztosít most ez az elfogadott rendelet. Én köszönöm annak a 15-16 képviselőnek, velem együtt 16 főnek, aki elfogadta, és ezáltal a felelősséget is vállalta azért, hogy ez a város 2018-ban is fejlődjön, és stabilan, biztonságosan tudjuk a napi feladatokat, és a jövőben mutató stratégiai célokat is megvalósítani. A felelősség kérdését ezt ugye többször hangsúlyozta. Kik voltak, akik nemmel szavaztak, illetve volt-e indok erre, majd hamarosan halljuk egyébként. Nyilván természetesen politikai szereplőkről van szó, biztos, hogy elmondták, hogy próbálták indokolni, hogy miért nem fogadják el ezt a költségvetést. Ugye alapvetően a Fidesz-KDNP képviselőcsoport fogadta el, és elfogadta három független képviselő is. A Jobbik és a baloldal együtt volt az, aki tartózkodott, illetve nemmel voksolt. Én úgy gondolom, hogy ott is nagyon érdekes volt, hiszen például Bucs Sándor képviselő úr kifejezetten jónak minősítette ezt a költségvetést. Hát természetesen azt a fehérváriaknak joguk van ilyenkor feltenni, hogy ha jó a költségvetés, akkor miért nem fogadja el valaki. Nyilván az mindig egy lehetőség, hogy a különböző hangsúlyokat különböző politikai szereplők, közösségek máshova helyezik, máshova teszik. Én azt tartom egy nagy értéknek, hogy nagyon kulturált vita folyt a költségvetésről összefüggésben. Azt kevésbé láttam örvendetesnek, hogy nagyon-nagyon sok olyan téma volt, ami az önkormányzatunknak nem túl sok köze van, tehát nem a városi költségvetésbe tartozó kérdések jöttek elő sorba, de hát nyilván választási kampány van, ilyenkor azért az ellenzéki politikai erőktől nem meglepő, hogy egy költségvetést valamilyen ürüggyel, de el kell utasítaniuk. Én azért mindig bíztam és bízok abban, hogy azért a helyi érdekek azok felülírják a budapesti pártközpontok érdekeit. 16 képviselőnél egészen biztos, hogy így történt a költségvetés elfogadásával. Megkérdeztük mi is a frakcióvezetőket, politikusokat a költségvetés elfogadását követően a döntésükről, tekintsük most meg ezt együtt. 16 igen, 3 a közgyűlés 16 igen, 3 nem és egy tartózkodás mellett elfogadta a 2018-as költségvetést. Székesfehérvár idei évi költségvetési összege meghaladja 70 milliárd forintot. Az önkormányzat ilyen magas összeggel még sohasem számolhatott. A költségvetést egyhangulag támogatta a közgyűlés Fidesz frakciója. A Fidesz frakció az maximálisan támogatja ezt a költségvetést, ugyanis ez megint egy folyamatnak a következő állomása. Tehát annak a folyamatnak, amit 2010 óta tudatosan támogat, és a Fidesz, és tudatosan viszi a város részéről a város vezetése. Tehát itt olyan szempontból egy kiváló és olyan költségvetésről beszélünk, amilyen még valóban nem volt, hogy rendkívül magas az az összeg, amit el tudunk költeni. Erre azért van lehetőség, mert egyrészt van egy magas bevételünk is, egy 44,2 milliárdos bevétel, különös tekintettel a közhatalmi bevételeinknek a magas voltára, itt elsősorban az iparózisi adó és a hozzá kapcsolódó adókról beszélek, és a többi része több mint 15 milliárdos állami támogatásra, tehát ez a bevételi oldala. A kiadási oldalon pedig 70,3 milliárd van, ami szintén egy csúcs, soha nem volt ilyen magas kiadási rész. Ebből 38,6 milliárd az, ami fejlesztés. Tehát folytatjuk azokat a fejlesztéseket, amiket megkezdtünk. A Jobbik önkormányzati képviselője nem ért egyet a költségvetéssel.
Gyakorlatilag ez egy olyan költségvetés, amiben mindig lehet találni olyan pontokat, amit máshova tennénk hangsúlyokat, több forrást tennénk rá, vagy esetleg kevesebb forrást. Amire én ma felhívtam a figyelmet, ez két olyan dolog volt, ami szerintem bizonytalansági tényezőt jelent. Az egyik az, hogy kicsit nagy lelkűben tervezünk ebben a költségvetésben az iparűzési adóbevételekkel. Tavaly azért ennél óvatosabb becsléssel. Még így is az idén befolyt összeg alatti az a terv, amit ebbe a költségvetésbe feltüntetünk, ezért én azt gondolom, hogy ezt lehetne óvatosabban is. Illetve a tartalékokat illetően van két olyan tétel, ami még nincs az önkormányzat számláján, tehát ez csak tervben szerepel. Nagy valószínűséggel be fognak folyni az összegek, de én azt gondolom, hogy azzal tudunk számolni, ami már megvan és a kezünkben van, és biztosan befolyt összegek. Ezek nagyjából ilyen 2 milliárd forintot kitevő tételt jelentenek a tartalék tekintetében. Emellett felhívtam a figyelmet olyan jelenségekre, amik nem először hangzottak el, viszont a költségvetésben nem találtam hozzájuk rendelt forrást. Ilyen például az, hogy felújítjuk az orvosi rendelőinket, az, hogy támogatjuk a kórház eszközbeszerzését, az egy nagyon jó irány, viszont sajnos hiába vannak 21. századi diagnosztikai eszközeink, vagy 21. századi épületeink, hogyha nem tudjuk megtölteni őket orvosokkal. Úgyhogy változatlanul keresem azt a lehetőséget, hogy hogyan lehet Fehérvárra csábítani olyan házi orvosokat, gyerek és felnőtt házi orvosokat, illetve kórházi szakorvosokat, akik a munkájukkal hozzá tudnak járulni a fehérváriak gyógyulásához, és nem fordulhat elő olyan eset, hogy van egy modern berendezés, de nincs orvos, aki használja azt. A közgyűlés baloldali frakciója sem támogatta az ülésen a költségvetést. A költségvetés teljes szerkezete olyan, hogy nem tudjuk támogatni, hiszen a számunkra legfontosabb értékeket, a minőségi egészségügy javítását, a versenyképes oktatást, a székesfehérvári fiatalok önálló lakhatását, a közlekedési anomáliák felszámolását és a közösségi közlekedés drasztikus és radikális támogatását nem tartalmazza. Ez a korábbi éveknek megfelelően a sport infrastruktúra fejlesztésére koncentráló stadion költségvetés, amit a város elfogadott, hiszen 2018 év végére és a következő évekre vonatkozóan majdnem 30 milliárd forint fordítódik stadionépítésre Székesfehérváron, azott ezeknek az adóforintoknak a székesfehérvári emberek hétköznapi életét érintő gondoskodást és törődést jelentő beruházásokban kellene landolnia, elsősorban az egészségügyben, az oktatásban, a közösségi közlekedésben és az önálló lakhatás segítésében. Most polgármester úr, stadionépítés vagy életminőségjavító beruházás ez? Ez is életminőségjavító beruházás, másodszorban a számokkal sem nagyon stimmel valami, hiszen a 30 milliárd forintos stadion fejlesztésről én nem tudok erről ebben a költségvetésben. 30 milliárd forint eleve nem is volt a stadion, másodszorban ebben a költségvetésben már alig van valami a stadionnal összefüggő költség, de azt az állam teljes egészében finanszírozza, úgyhogy én magam is meglepődve hallottam. Hát nyilván az MSZP és a DK központjában ezt írták le kommunikációs panelként, és a képviselők függetlenül, hogy melyik város költségvetésében mi van, ezt mondták el. Csak ez azért rossz, mert félrevezető és félrevezeti az embereket. 38,6 milliárd forint fejlesztés szerepel ebben a költségvetésben. Ebben van állami fejlesztési forrás, van Európai Uniós támogatás, és van saját erős fejlesztés. A saját erős fejlesztés például több mint 10 milliárd forint, 10,7 milliárd forint a Városgondnokságon keresztül. Ebben a legtöbb az út, járda, parkolóépítés, közparkok létesítése, óvodák, bölcsödék, egészségügyi intézmények felújítása, iskoláknak a felújítása, az ehhez kapcsolódó eszközparkok. Egyetlen egy stadion nincs például ebben a 10,7 milliárd forintban. Tehát tényleg az a probléma, hogyha félrevezetjük az embereket, akkor ez hangulatkeltésre jó, csak éppen a valóságnak nem felel meg. És szerintem mi arra tettünk esküt, hogy ezt a várost szolgáljuk, és hogy a fehérvári embereknek őszinte és a valóságnak megfelelő tájékoztatást adunk, és nem azt, amit Budapesten valaki egyébként kitalált. Én ezért mondom azt, hogy azok jártak el felelősen, akik ezt a rekordösszegű főösszeggel rendelkező költségvetést és soha nem látott fejlesztési forrás tartalmazó költségvetést elfogadták, és
és biztosították azt, hogy például a költségvetés elfogadása utáni két napirendben dönthettünk a Pozsonyi út újabb szakaszának felújításáról, és dönthettünk a Zombori út felújításáról. Akik ezt a költségvetést nem szavazták meg, azok nem döntöttek ezekről a fejlesztésekről, mert a költségvetési forrást nem biztosították mögé. Én erre hívtam fel a figyelmet, hogy a felelősség az ezt is jelenti. Ugye fölmerült például az egészségügy. Ez a költségvetés annak egy következő ütemét tartalmazza, amit elfogadtunk tavaly, hogy 5 év alatt valamennyi alapellátásban résztvevő rendelőintézetet, részben uniós, nagyobb részben városi forrásból felújítunk. Aki ezt a költségvetést megszavazta, az a rendelőintézetek felújítását támogatja. Aki nem, az csak beszél róla, de nem akarja, hogy az egészségügy jobb legyen. Szociális terület szintén szóba kerül. A szociális területen a következő közgyűlések egyike fog dönteni a meglévő szociális intézmények felújításáról és bővítéséről annak érdekében saját forrásból teljes egészében, hogy a várólistákat csökkenteni tudjuk. Ebben a költségvetésben több mint 70 millió forint már ezen döntés előtt ennek az egésznek a megtervezésére lett elkülönítve. Aki tehát ezeken az intézményeken segíteni szeretne, ezeket fejleszteni szeretne, új férőhelyeket szeretne létrehozni, az ezt a költségvetést megszavazta. Aki nem szavazta meg, az csak beszél a szociális érzékenységről, de a tettek idején bizony elmulasztotta azt, hogy ő ehhez hozzájáruljon egy igen gombbal. És szóba került a kórház is. A kórház támogatása 75 millió forintról 100 millió forintra emelkedett ebben a költségvetésben, és lakhatási támogatást tartalmaz, például szakorvosoknak, vagy éppen rezidenseknek. Tehát aki komolyan gondolja, hogy orvosokat tartsunk itthon, vagy csábítsunk Székesfehérvárra, és a lakhatását segítsük, az megszavazta ezt a költségvetést, mert hogy a költségvetés ezt tartalmazza. Aki csak interjút adott, de közben nem elszavazott, vagy tartózkodott a költségvetésnél, az bizony semmit nem tett annak érdekébe, hogy ezeket az egészségügyi szakembereket Székesfehérváron tartsuk. Ez a lakhatási kérdéskör, ez egyébként ugye a lakásépítések kapcsán is fölmerült, de tulajdonképpen én már ott sem igazán értettem, hiszen ezzel is a fiatalokat, a pályakezdőket támogatják ezekkel a lakhatási támogatásokkal, amit például ugye a kórházban dolgozó fiatal szakorvosoknak felkínálnak. Valóban így van, mind ahogy a lakhatást segítjük azzal a több mint 1000 bérlakással, részben szociális alapú bérlakással, részben költségtérítéses bérlakással, ami egyébként a város tulajdonában van, és ilyen gyakorlatilag ennek a lakáspiacnak a része. De itt mindig fontos, hogy azért számoljunk. Ma egy kisebb lakás bekerülési költsége is 20 millió forint körül van. Ha építünk 100-at, az 2 milliárd forint, miközben van 44 ezer háztartás a városban. Tehát 44 ezerhez képest egy 100-zal, ami még egyszer 2 milliárd forint lenne a város költségvetésébe, és nyilván több év alatt lenne megtermelhető, természetesen az egyéb piaci jellegű problémákat nem lehet megoldani. Mi pont inkább azt mondjuk, hogy olyan életminőségre van szükség, amely életminőség biztosítja azt, hogy a kvalifikált munkaerő itt maradjon és idejöjjön Székesfehérvárra, olyan munkahelyekre van szükség, ahol a kvalifikált munkaerőre szükség van, ahol a legmodernebb technológiával, világszínvonalon és bizony Európában is összemérhető bérekért folyamatosan javuló jövedelmi viszonyok között tudnak dolgozni az emberek, és ezáltal egy jó életminőséget, jó munkahelyeket teremtő városban az emberek meg tudják oldani a saját, mondjuk, lakhatási kérdésüket, és ehhez legfeljebb segítséget nyújt az önkormányzat. De mi 1000 szám nem fogunk tudni bérlakásokat építeni, mert hogy egyszer számszakilag ez még egy ilyen nagy költségvetésen belül sem biztosítható. És talán még egy gondolat a fejlesztésekhez, mert hogy az egészségügy itt mindig előjön, és hogy az alapellátásról előbb beszéltem, de azért ne felejtsük el, hogy azért nem része ennek a 70 milliárdos költségvetésnek a Modellvárosok program keretében a kórház új nagy belgyógyászati tömbjének és több mint 400 parkolójának létrehozására szánt több mint 10 milliárd forint, mert azt a magyar állam az állam forrásaiból, az állam tulajdonában lévő ingatlanon és az állam fenntartásában lévő kórházra fogja bővíteni, vagy fordítani. Nem Székesfehérvár önkormányzatán keresztül költi el ezt a 12-13 milliárd forintot, hanem nyilván közvetlenül. De nekünk szerintem az a fontos, hogy fölépüljön ez a kórház. Jó lett volna, ha persze ez már fölépül a 2000-es évek közepén, 2006-7-8 körül, csak sajnos, akik most kifogásolják az egészségügy kérdéseit, azoknak a kormányai, azok bizony
székesfehérvári kórházat kihúzták a pólus program fejlesztései közül, és elmaradt annak a ként tömbnek a megépítése, amiről pedig egyébként nagyon nagy szükség lett volna. Tehát mindenkit arra kérek, hogy folyamatában nézze a város fejlődését, és nagyon fontos, hogy értékeljük, hogy mikor, kitől, milyen segítséget és támogatást kapott ezeknek az alapvető céloknak a megvalósítására a Székesfehérvár. Én ezért ajánlottam föl, hogy ilyen típusú, mondjuk úgy, hogy választásokhoz kapcsolódó politikai jellegű vitákat, amelyeknek semmi köze nincs a város költségvetéséhez, azt ne a költségvetési vita során döntsük el, hiszen szerintem jóval nagyobb felelősség egy ilyen rendelet megalkotása, mégis csak egy évre eldöntjük, hogy mire költjük a város forrásait, sőt, nagyon sok áthúzódott döntést is egyébként meghozunk, hanem akkor rendezzünk erről egy külön politikai vitanapot közgyűlési keretek között, és mondjuk hasonlítsuk össze, hogy az egyes kormányoktól ez a város egyébként milyen támogatást kapott, mikor mennyit kapott az Európai Uniótól, vagy mikor mekkora volt ennek a városnak a helyi gazdaság által egyébként megtermelt, és a város számára elkölthető forrás tömeg, úgy, hogy még egyszer ezt a kérdést a politikai szabályai szerint megvitathassuk. Mi erre nyitottak vagyunk, csak szerintem ez nem az önkormányzati költségvetési rendelet elfogadása, mert szerintem nem ezt várják el tőlünk a fehérváriak. Úgy gondoljuk, hogy ez a költségvetés nyilván nem hibátlan, mert olyan költségvetést még nem találtak ki, hiszen valóban a hangsúlyokat különböző helyre lehet tenni, de egy biztonságos, stabil és bizony nagyon komoly tartalékokkal rendelkező költségvetés. 2010-ben mi átvettünk egy várost, nek akkor volt kb. 35 milliárd forintos a költségvetési főszege, most 70 milliárd forint fölött van ez, tehát megduplázódott pár év alatt. Mennyi volt a tartalék, és mennyi akkor volt az adósságállomány, több mint 14 milliárd forint a tőke, és a kamattal költséggel együtt 18,5 milliárd forint, ma nulla a hitelállománya és az adósságállománya az önkormányzatunknak, még folyószámla hitele sincs. Ezzel szemben van egy induló több mint 3 milliárd forintos tartalékösszeg, ami egyébként két tételben további 1,2, illetve 900 millió forinttal fog nőni, tehát gyakorlatilag bőven 4 milliárd forint fölött lesz a tartalék. És ami az iparüzési adót jelenti, 16,8 milliárd forint összeg folyt be 2017-ben iparüzési adóbevételként az önkormányzathoz, és ehhez képest 800 millió forinttal kevesebbel, 16 milliárd forinttal terveztük a bevételi oldalát a város költségvetésének, pont azért, mert úgy gondoljuk, hogy nagy valószínűséggel ennél jóval magasabb lesz ez a bevétel, ami gyakorlatilag szintén a tartalékokat fogja erősíteni. De semmi okunk egyelőre szerencsére, hogy ne gazdasági növekedésben gondolkodjunk, hiszen az elmúlt években egyébként nagyon nagy mértékben nőtt a helyi gazdaság. Komoly tartalékokra van szükség, hiszen a jó gazda gondosságával akkor járunk el, hogyha akár a jelen feladataira, akár a jövő kihívásaira is a város mindig rendelkezik egy tartalékkal. Ezt a tartalékot ez a költségvetés biztosította. Aki megszavazta, az azt is megszavazta, hogy a város úgy fejlődjön, hogy közben nincs hitelállománya, és közben egyébként komoly tartalékokkal is rendelkezik. Hát viszont szolidaritási adót kell fizetni. Miért ezt korábban nem kellett fizetni? Mert ez egy másik kérdés volt. Mindig volt valamilyen jellegű elvonás azoktól az önkormányzatoktól, ahol kiemelt adóbevétellel rendelkeznek. Fehérvár azért régóta ilyen önkormányzat. Teszem hozzá rögtön, hogy szerencsére, hiszen ez azt jelenti, hogy egy erős gazdasága van, hiszen ez csak úgy állhat előző helyzet, hogy az erős gazdaság jóval az országos átlag fölött termel, és ezáltal az abból fakadó helyi adóbevétel is jóval magasabb. Ez az összeg valóban most megemelkedett, ezt mi magunk is egyébként egyrészt jelezzük a költségvetésbe, hogy ez több mint 2,9 milliárd forint már. Egyébként ilyen jogcímen 2 éve van önkormányzatunk vonat és az állam elszámolásában egy tétel. Korábban ezt másként nevezték, de ugyanúgy létezett. A 2,9 milliárd forint az valóban egy magas összeg, ezért miközben jeleztük a költségvetésbe ezt, közben már tárgyalunk folyamatosan a Nemzetgazdasági Minisztériummal abban a vonatkozásban, hogy ezt a jövőben alacsonyabb összegben arányban lehessen egyébként meghatározni. Ugye ez gyakorlatilag valóban egy szolidaritási alap, itt arról van szó, hogy a nagyon erős városok, a nagy saját bevétellel, iparral, gazdasággal rendelkező városok, azok az adójuk, ami nyilván országos átlag fölötti mértékű, egy kis részét, azt a központi költségvetésen keresztül más olyan mondjuk nagyvárosoknak vagy településeknek a fejlődésére fordítható összegként befizetik, akik egyébként valamilyen oknál fogva sokkal kisebb gazdasággal, sokkal kisebb helyi adóbevétellel rendelkeznek.
Én ugye látok ilyen baloldali vezetésű várost is, én ezért kértem azt a baloldali frakcióvezetőtől, hogy amikor ezt a példát mondjuk, akkor azt nevezzük meg, hogy persze az is érdekes, hogy egy nagyváros miért nem tud úgy fejlődni, hogy olyan gazdasággal bírjon, főleg egyetemi város vagy városok, mint amilyennel egyébként Székesfehérvár rendelkezik. De összességében én mégiscsak azt tartom fontosnak, hogy ezen a területen is tudjunk előre lépni. Most, amikor ezt az interjút készítjük, nem régen tértem haza Veszprémből, a megyei városok közgyűlése egy másfél napos tanácskozás keretében pont ilyen kérdéseket vitattak meg a polgármesterek. Miniszterelnök úr is jelen volt, több miniszter, államtitkár is jelen volt, és átbeszéltük ezeket a kérdéseket, többek között a szolidaritási hozzájárulás kérdését, és úgy gondolom, hogy fogunk tudni tavasszal vagy tavasz után ebben eredményt elérni a következő évekre vonatkozóan. Hozzátéve, hogy más területekről is tudtunk tárgyalni, hiszen a közösségi közlekedés, ami szintén elhangzott a bejátszásban, azt gondolom, hogy szintén az állam és az önkormányzatok között egy megállapodás közeli helyzet alakult ki, én is úgy látom, hogy tavasz után van lehetőségünk ebben is megállapodni, és magasabb állami támogatásokat kapva jobb szolgáltatást lehessen emelni, illetve fejleszteni adott esetben akár a menetrend bővítését, vagy eszközpark fejlesztését is jelentheti ez. De azért itt is szeretném hozzátenni, hogy a korábbi kb. 500 millió forinthoz képest, mondjuk a tavalyi évhez viszonyítva, ez a költségvetés 700 millió forint körüli összeget tartalmaz közösségi közlekedésre. Tehát egyrészt nem igaz az, hogy a város erre nem költ jelentős összeget, szerintem 700 millió forint az egy jelentős összeg, aki ezért a költségvetésért a felelősséget vállalja, az ezt nem tolja csak így le az asztalról, mert tudja, hogy 700 millió forintért nagyon sok fehérvári ember nagyon sokat dolgozott a gazdasági szereplőknél, hogy ők annyi helyi adót fizessenek, hogy nekünk meglegyen ez a 700 millió forint, tehát én az ő munkájukat sem becsülném le azzal, hogy ez nem jelentős összeg, ahogy ez itt elhangzott, és aki ezt a költségvetést megszavazta, az több mint 3 millió kilométer futás teljesítményű tömegközlekedés, tehát egy bővülő tömegközlekedést, és annak önkormányzati finanszírozását is támogatta. Szó volt ugye az egészségügyről, bérrendezés kérdéséről, közlekedésről, oktatás. Az oktatás tekintetében ugye jelentős változás történt az elmúlt években, hiszen az iskoláknak a fenntartása és a működtetése az két lépcsőben átkerült az államhoz. Tehát nincsen fenntartó és működtető feladata az önkormányzatnak. Ez is nagyon érdekes, hiszen annak a 35 milliárd forintos 2010-es költségvetésnek a legnagyobb tétele az éppen az iskolák voltak. Ezek az már nincsen benne a mi költségvetésünkben, és ehhez képest megduplázódott a költségvetési főösszeg. Mi, amikor ez a változás megtörtént, ami ugye úgy hangzott el a közgyűlésen, hogy Székesfehérvár kiszorítása történt a fehérvári oktatásügyből, azért ez ugye nagyon nehezen elképzelhető, hiszen én amikor most ide jöttem, és iskolák mellett haladtam el autóval, tehát nem láttam azt, hogy a városon kívülre tolták volna a fehérvári iskolákat, ezek ugyanúgy a mi iskoláink, ugyanúgy a város iskolái, és ugyanúgy a városnak belül az önkormányzatnak is dolga, hogy a közösségi erővel élve támogassa, segítse ezeknek az intézményeknek akár a működését, akár a fejlődését. Ráadásul az óvodát, ami ugyanúgy az oktatási rendszerünk része, az teljes egészében ugyanúgy az önkormányzat tartja fenn, és az önkormányzat is működteti. Ez a mostani költségvetés, ahogy óvodafejlesztést tartalmaz, iskolák fejlesztésének támogatását is tartalmazza, például az Arany János iskolának a felújításához két év alatt 600 millió forintot biztosítunk a magyar államon keresztül. Én azt gondolom, hogy igenis ez egy jelentős tétel, mindahogy jelentős tétel, megkértem a szakképzési centrumtól, illetve a tankerülettől, hogy az állam, illetve az állam Európai Uniós forrásból, illetve saját forrásból mennyit fordít a fehérvári iskolák fejlesztésére. Több mint 1,5-1,6 milliárd forint érkezik ebben az évben iskolafejlesztésre. Ezt mi egyébként egy jelentős összeggel kiegészítettük. És emellett vannak plusz vállalt feladataink az oktatásba. Ilyen az érzékenyítő programnak a finanszírozása, ilyen az Alba Innovár, a digitális élményközpont, ami pályát ritkítja, nem hogy Magyarországon, hanem európai szinten is. Például most Veszprémben elhangzott, hogy ez olyan európai jó példa, amire igazán európai
Európán belül is csak példaértékű kezdeményezésként nézik. Éppen Londonban tudtuk megmutatni alig mondjuk egy két-két és fél héttel ezelőtt. Ezt is Székesfehérvár önkormányzata finanszírozza, ahogy ösztöndíjprogramunk van középiskolásoknak, egyetemistáknak. Egyébként támogatjuk az Óbudai Egyetemet, a Corvinus Egyetemet, és egy új robot technológiával foglalkozó labornak a kialakításában is segítjük az egyetemeket. Tehát azt gondolom, hogy oktatási tekintetben is nagyon jelentős forrásokat tartalmaz ez a költségvetés, azzal, hogy természetesen folyamatosan nézzük, hogy hol van még lehetőség, hogy ezen a területen is a város támogatásokkal segítse, hogy valóban egy versenyképes oktatással biztosítani tudjuk a fiatalok felkészítését arra az életre, amit ugye nagybetűs életként szoktak mondani, és ami várja őket reményeim szerint Székesfehérváron vagy annak közvetlen környezetében, hozzátéve, hogyha valaki életminőséget szeretne, maga körül az éppen a fiatalokat jelenti. Tehát amikor rendezvénycsarnokot csinálunk, amikor uszodát újítunk föl, vagy bővítünk, amikor gondolkodunk mondjuk egy kortárs balett, kortárs táncnak, mint intézménynek a létrehozásán, amikor színházat támogatunk, amikor rendezvényeket tartunk, amikor Hello Nyár Fesztivált, vagy Királyi Napok rendezvénysorozatot, vagy adventi programokat szervezünk, zömében ingyen elérhető programonként, akkor pont a fiatalokért is tesszük, hogy ők úgy nőjenek föl, hogy egyébként családos emberként is Fehérváron és Fehérvár környékén tudják elképzelni részben a jelenüket, részben pedig a jövőjüket. Ez azt gondolom, hogy ami meghatározza, hogy ez a város a következő évtizedekben hogyan, milyen módon fog fejlődni. Életminőség, és az önkormányzatnak abban van dolga, hogy ezt fejlessze. Ehhez viszont szerencsére mind saját forrásai, mind állami, mind Európai Uniós források rendelkezésre áll. Vannak egyébként visszajelzések, vonzóbb hely lett Székesfehérvár? Én úgy gondolom, hogy a visszajelzések Fehérvár és környezete tekintetében, itt beleértem Múrig, beleértem a Velencei tó, beleértem akár a Balatonig terjedő területeket, hiszen a mai világban ezek már egyáltalán nem jelentenek távolságot, úgy gondolom, hogy igen, vonzó hely. Az életminőségét tekintve, a jó oktatási rendszerét, intézményhálózatát tekintve, a jó bölcsődei, óvodai vonatkozásában látják az emberek, hogy fejlődik az egészségügy, látják azt, hogy egyébként ezek a vonzó munkahelyek azok egyre magasabb jövedelmet, és bőven a magyar átlagnál magasabb jövedelmet tudnak biztosítani, még hogyha persze itt van is a felzárkóztatásban még feladatunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy igen, ez a hely vonzó, soha nem elfelejtve, hogy a helyi gazdaságban dolgozó emberek mindennapi munkájának köszönhetően Székesfehérváron magánszemélynek 2018-ban sem kell helyi adót fizetni, sem építményadót, sem kommunális adót. Megint csak azt tudom mondani a felelősség keretében, hogy aki megszavazta ezt a költségvetést, azt is megszavazta, hogy a fehérvári embereket ilyen terhek, azok 2018-ban se terheljenek. És az, hogy megszavazták, most mondhatjuk azt, hogy folytatódhat a munka. Igen, ez a költségvetés ez tudatosan épít az előző évek munkájára, hogy az itt frakcióvezető asszony részéről el is hangzott, hogy egy tudatos építkezés zajlik, és ahogy nőnek a források, úgy próbáljuk ennek az ütemét is természetesen gyorsítani. Vannak kihívások előttünk, hiszen a munkaerő kérdése, ahogy a helyi gazdaságban, úgy az önkormányzat közelében lévő közszférában a közszolgáltatásokat végző, akár intézményeknél, akár cégeknél is egy fontos kérdés. Több mint 1 milliárd forint bérfejlesztést vagy béren kívüli juttatásokhoz tartozó emelést tartalmaz ez a költségvetés. Tehát azt gondolom, hogy ezek nagy kihívások, ezeknek meg kell tudnunk felelni, és arról is fontos beszélnünk, hogy bizony az építőipari kapacitás az meghatározza ma sokkal inkább, mint a pénzügyi keretek, hogy milyen módon, hogyan tudunk ütemesen fejleszteni. Én úgy gondolom, hogy még mindig még több forrást is rendelkezésre lehetne bocsátani, ha azt az építőipar egyébként bírná kapacitással. Természetesen igyekszünk ezen is, amennyire tőlünk telik változtatni. Végezetül pedig hát azt hiszem, hogy izgalmas napok, hetek elé nézünk. Polgármesterként hogyan tekint a választási időszakra? Amikor Áder János köztársasági elnök úr kiírta a választások időpontját, kitűzte azt, akkor én a Facebook oldalamon közzé tettem egy felhívást, amiben azt jeleztem, hogy természetesen a demokráciának igenis egy ünnepe a választás, és ezt érdemes azt gondolom, hogy a szabadság egyik legfontosabb, a demokrácia egyik legfontosabb vívmányaként kezelni, de mellett az ehhez kapcsolódó kampány időszak az bizony konfliktusokkal, vitákkal terhes,
Soha nem szabad elfelejteni azonban, hogy mi április 8-a előtt is Fehérváron élünk, és fehérváriak vagyunk, és április 8-a után is itt fogunk élni. Tehát semmi olyat nem szabad tenni sem a politikai pártoknak, sem a jelölteknek, amivel egyébként ezt a közösséget közösségként cédzilálják. Én abban hiszek, hogy az emberek alapvetően azt várják el tőlünk, hogy azt keressük, ami összeköt bennünket, már pedig mondjuk körbenézve ezeken a gyönyörű tablókon, ez köt bennünket össze. Ennek a városnak a csodálatos környezete, múltja, jelene, biztató jövője, és az, hogy ezt a várost mi érzelmileg is kötődve hozzá szeretjük. És amikor ezt én közzétettem, akkor nem maradtam egyedül, hiszen sok-sok száz lájkkal, kommenttel az emberek kiálltak emellett, egyébként pártállástól függetlenül, hogy igen, ilyen kampányt várnak el a politikai szereplőktől. Bár sok mindenben nem értettünk egyet ennek a költségvetésnek a vitája során sem, de én úgy gondolom, hogy mindenki ezen keretek között maradt, amit ezúton is szeretnék megköszönni valamennyi képviselőnek, hozzátéve, hogy azt viszont a fehérvári embereknek joguk van tudni, hogy a város fejlődését azt mely képviselőknek köszönhetik, mert hogy csak azoknak, akik felelősséget is tudnak vállalni egy ilyen költségvetési rendelet elfogadásából. Nem lehet ebből szemezgetni, ez egy egységes város, egységesen tudunk csak fejlődni és fejleszteni is. Ez a költségvetés ezt úgy gondolom, hogy biztosítja. Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinek pedig megköszönöm a figyelmüket, köztéren egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban, a lakásszövetkezet kerül majd középpontba, viszontlátásra, kellemes időtöltést!